Tisztelettel köszöntöm a cég tulajdonosait, vezetőit, dolgozóit, hiszen ez a mai napról is a polgármester urat, valamennyi kedves vendégét ennek a rendezvénynek. Ha a mai napra gondolok, akkor az jut eszembe, hogy ez egy mintaprojekt. És miért jut eszembe az, hogy mintaprojekt? Azért, mert a kormányzatnak vannak deklarált céljai, célkitűzései, és ezek közé ez a projekt mintaértékűen illeszkedik. Mire gondolok? Gondolok arra, hogy fő céljaink közé tartozik a munkahelyteremtés. Forest Papír megalakulása óta folyamatosan növeli a dolgozóinak a létszámát, és ez a beruházás is új munkahelyeket hoz létre. Gondolok arra, hogy a kormányzati célkitűzések között szerepel az, hogy a termelő vállalatok erősödjenek meg ebben az országban. Adjuk fel azokat a habokos álmokat, hogy mi Európa pénzügyi centruma leszünk, hanem figyeljünk oda a vállalkozásokra, a munkahelyekre, a szakképzésre, arra, ami eddig is megtartotta és előrevitte ezt az országot. A harmadik gondolat, hogy szeretnénk, ha a magyar tulajdonú vállalkozások megerősödnének. Ez a cég is egy mintaértékű modell arra, hogy hogyan lehet rosszul csinálni egy dolgot, és hogyan lehet jól. Valamennyien ismerjük a lábatlani papírgyárnak a történetét, és nagyon sajnáljuk, hogy nem egy olyan vágányon indult el, talán ugyanennek a körnek a vezetésére, akik a Forestet vezetik, ami talán sikerült volna átstruktúrálni, válságból kivezetni az egész céget. Így újra kell teremteni, újra kell alkotni mindent, ami megvolt. És itt kanyarodnék át akkor arra a gondolatra, hogy országgyűlési képviselőként is nagy könnyebbség nekem, hogy a térségben van egy olyan cég, itt a papírgyár frontján is, amelyik meg tudta újítani és meg tudta menteni a munkahelyeket. Szerencsére a többi cégnél is látható, hogy azok az átalakulások, modernizálások végre mennek, amelyek nélkül a válságot nem lehetett volna túlélni, amelyek nélkül nem tudnánk versenyelőnyre szert tenni az elkövetkező években. Azt hiszem, hogy talán ezek a legfontosabb üzenetei, gondolatai ennek a beruházásnak. A projekt során alkalmam volt itt a meghívások révén nyomon kísérni, hogy ebből a majdnem romos épületből hogyan sikerült egy 21. századi üzemet létrehozni. Azt hiszem, hogy itt köszönet illeti azokat, akik ebben az innovációban részt vettek, a tervezőket, a kivitelezőket, azt, hogy a magyar gazdaság, a magyar cégek képesek ilyen teljesítményre. És hát záró gondolatként azt kívánom a cég tulajdonosainak, vezetőinek, dolgozóinak, hogy ez a beruházás nyerje el minél jobban az értelmét, és külön köszönet azért, hogy az az új Széchenyi terves támogatás az felhasználódott egy hasznos célra, egy virágzó cég keretein belül használódott fel, és hozzá tudták tenni azt a nagyon jelentős erőt, amely 2,5 milliárdos beruházásnak a túlnyomó részét jelentette, ami nélkül az egyik fő célunk, hogy az uniós forrásokat sikeresen nyílunk, mert nem valósulhatott volna meg. Tehát visszatérek oda, hogy azt kívánom, hogy bővüljenek, termeljenek, legyen még több munkahely, még több üzem, és szerezzenek minél több piacot, és mutassák meg a többieknek is, az egész magyar gazdaságnak, mert ezek nélkül, a cégek nélkül, ha bármilyen kormányzati célt tűzünk ki, önmagában az nem elég, mindig kellene azok, akik a munkafrontján, a piacon helytállnak. Ehhez kívánok sok erőt, kitartást és sok-sok munkahelyet. Köszönöm.